eltelik a vasárnap délután itt a Csólyospárosi utcán. Közösségi munkával virágot ültetünk a virágládákba. Őszi virágokat, árvácskákat ültetünk közösen. Honnan jött ez az ötlet, ez a kezdeményezés erre? Hát asszonyklubunk 2016-ban alakult, és 16 fővel alakultunk. Azóta változó létszámmal gyűlünk össze a téli estéken, vagy vasárnap délutánonként, és eszméket cserélünk, beszélgetünk, társasági életet élünk, úgymond, és szeretünk együtt dolgozni is. Ezért kitaláltuk, hogy virágládákat készítettünk a falunak a mi saját költségünkön, és ezt évente kétszer beültetjük. Tavasszal sárkánybegóniával, ősszel viszont árvácskákkal, és most ez történik éppen. Milyen hangulatban telnek ezek a kis együttlétek? Csak ránk kell nézni, fülig érő a szánk, nagyon-nagyon jókedvűek vagyunk. Mindig mindent nagyon mosolygósan, jókedvűen csinálunk. Láttam, hogy vannak ilyen őszi dekorációk is a településen, az is az önök keze Igen, munkája? Igen, azt is mi csináltuk, együtt ötleteltünk, közösen összeadtuk a hozzávalókat, és közösen megcsináltuk. Megemlíteni egyet-kettőt, hogy mi az a hangulat, amit megteremtettek? Mert az elég viccesek is vannak közöttük. Őszi hangulatot próbáltunk varázsolni a faluba, némi iróniával. Úgyhogy... Például? Például annyit ittunk a munka közben, hogy némely embernek megártott. Lehet-e tudni, hogy hány tővirág került most ide a ládákba? Igen, 23 virágládánk van, és körülbelül 220 tő árvácskát ültetünk bele, plusz a falusi dekorációk virágai. Ezek fölajánlásokból is születnek, a tagjaink fölajánlásából, a virágföld, virág, fölajánlás, bármi, ami ehhez kapcsolódik. Mindig van önként vállalkozó, aki azt mondja, hogy ezt most ő. A vezetőnk sajnos éppen betegség miatt hiányzik, nagyon-nagyon aktívan, nagyon szépen összetartja a közösségünket, csak pont most hiányzik, mert beteg. Barnáni Német Annának hívják. A Csólyospárosi asszonyok közösségének a munkásságát már régóta figyelemmel kísérem. Nagyon hálás vagyok nekik ezért a munkáért, amit végeznek a településen. Ha most lenne egy kalap a fejemen, akkor megemelném előttük. Nem csak a virágültetés miatt, hiszen tavasszal sárkánybegóniát szoktak a ládákba telepíteni, most a ősszel pedig árvácskát. Ez nyilván a főutcát szépíti, viszont kiemelném még azt is, hogy ha kistérségi disznótorra megyünk, akkor ott is az élen járnak. Ha személygyűjtési akciót szervezünk, ami évente kétszer van Csólyospároson, ott is mindig ők az elsők, akik jelentkeznek. És hát amit nagyon szeretnék még kiemelni, hogy azok a jópofa őszi dekorációk, amiket készítettek a faluba most is, és hát húsvétkor is, akkor nyilván ezek más jellegűek voltak. Ebben a zűrös, bizonytalan világban, amit most élünk, egy kicsit a lakosság hangulatát feldobja. És hát nagyon szépen köszönöm a klub tagjainak ezt az önzetlen munkát, és a lakosság nevében is természetesen megköszönöm. Hát egyetlen szomorú dologról tudok beszámolni, hogy az asszonyok közösségének az egyik motorja, oszlopa, Barnáni Német Anna most sajnos egészségi okok miatt nem tud a rendelkezésre állni, de mind az asszonyok, mind pedig a helyi lakosok nevében innen kívánok neki mielőbbi felgyógyulást. Kell elocsolni ezeket a virágokat időnként? Szokták, vagy van-e mód rá, hogy... Hát általában örökbe fogad. Ja, akinek a háza előtt van. Igen, mint egy gyereket. De azért valahol elmaradnak az örökbefogadásnál, de azért általában igyekszik mindenki. Igen, igyekszik azért mindenki a faluba gondját viselni. Szeretettel ültesszük, gondozzuk együtt.